Sajnos még mindig nagyon gyakori, hogy hőgutát kapott állat szorul orvosi kezelésre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy kellő figyelmet szenteljünk rájuk is ilyenkor a nyári hőségben. A kutyák és a macskák nem tudnak izzadni, illetve csak nagyon kis felületen a talpukon. Az ebek pedig a nyelvükön keresztül párologtatás útján tudnak hőt leadni, mondják az állatorvosok. Ez nagyon kevés ilyenkor a nagy hőségben. Minden esetben biztosítani kell kedvenceinknek napközben árnyékos helyeket, ahová be tudnak húzódni, hűsölni. Valamint érdemes egy nagy edénybe önteni ilyenkor vizet, nehogy kiborítsa a kis kedvencünk. Az ember akkor tudja kellemetlen és visszavonhatatlan helyzetbe hozni az állatát, hogyha olyan helyre viszi, tartja, vagy hagyja, ahol ezt a bizonyos védekezéstől nem képes produkálni. Tehát egy autóba bezárva a hagyott kutya, egy szupermarketnek a, a, parkolójában, ahol minden irányból a meleg éri ezt a szerencsétlen állatot, nagyon rövid idő alatt képes hőgutát kapni. De ugyanez előállhat úgy is, hogyha egy másfél méteres ránca lekötött kutyának a környezetében semmi nincsen, csak a napsütés. A naponta többszöri vizes fürdetés is jót tesz az ebeknek, vagy ha nem tartózkodunk otthon napközben, egy kutyamedencét is felállíthatunk az udvar egy árnyékos pontján, így a kedvencünk kedvére hűsítheti magát. És még az is nagyon fontos, hogy nagyon sokszor beszélnek a, elsősorban humán egészségügyi okok miatt, hogy az ultraibolya sugárzás mennyire káros, meg hogy mikor ne menjünk. Hát kutyát se sétáltassunk olyankor, amikor ömlik a forróság minden önnen, mert, mert egyszerűen elviselhetetlen helyzetbe kerülnek szerencsétlenek, és, és jön a a lázmérő, hogy nem is lehet számszerűsíteni az állat belső hőmérsékletét, hanem csak azt, hogy mérhetetlenül magas. Ha mindent betartunk és vigyázunk állatainkra, elkerülhető a baj. De ha ennek ellenére mégis hőgutát kap, mindenképp állatorvoshoz kell fordulni. A hőguta tünetei egyebek mellett bágyottság, izomgyengeség, riadt, tekintet, kitágult pupilla, hányás hasmenés. Az, hogy megmenthető-e egy állat, attól függ, hogy milyen régóta van ebben az állapotban. Ilyenkor a lábvégeket kell hűteni hűvös vízzel és árnyékos helyre kell vinni a kedvencünket. Továbbá mielőbb fel kell keresni egy állatorvost.